Köszöntöm az esti mérleg nézőit. Ezen a héten az október 13-ai önkormányzati választáshoz kapcsolódóan a polgármester jelölteket mutatjuk be. Ma a vendégem Horváth Tancsa Ágnes itt a stúdióban, a Szövetségben Fehérvárért Egyesület polgármester jelöltje. Köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok! Hát először is a legfontosabb kérdés, hogy miért méretteti meg magát, és most egy egyesület színeiben. Igen, ennek egy nagyon egyszerű oka van. Alternatívát szeretnék jelenteni azok számára, akik nem akarnak fideszes városvezetést, ugyanakkor nem szeretnék ezt a időlegesen összeállt balliberális érdekszövetséget sem a városvezetésében látni. Úgyhogy ez a fő motivációja ennek a kérdésnek. Azon túlmenően persze, hogy van egy határozott elképzelés, van egy kidolgozott program, ami mentén egyébként szeretnék a jövőben tenni a városért. És az, hogy nem párt jelöltjeként, hanem az egyesület jelöltjeként, ez miért volt olyan fontos önnek? Ez nekem azért fontos, mert ugye én 10 évig voltam tagja a Jobbiknak. Annak idején, amikor én beléptem, akkor azt gondoltam, hogy egy olyan párt, amely országos szervezettel bír, amelynek a legalább a 80%-ával, az ő elképzeléseivel az ember tud azonosulni és egyet tud érteni, az a városon belüli elképzeléseket, fejlesztési célokat, azokat csak támogatni tudja, és akkor olyan szövetségesre talán az ember, akivel előre lehet lépni és menni. És a 10 év azért, mondhatni, egy kicsit lassan jutottam el erre a szintre, de azért azt nagyon jól megmutatta, hogy ez nem így van. Tehát egy nehézkes, döcögős rendszer, ami sokkal inkább az egymás nem mindig gátlására, de nem elsősorban segítésére működik, és van egy budapesti pártközpont, ami pedig mindig kitalál valamit, és azt gondolja, hogy ez az ország minden területén azonosan érvényes, és az úgy jól működhet. Na hát, ami mondjuk jól működik Borsodban, az Székesfehérváron szóba se kerülhet, úgyhogy én azt gondolom, hogy ettől a köteléktől mindenképpen meg kellett szabadulni, és nem kell felvenni egy újabb ilyen köteléket, úgyhogy én nekem ezért volt fontos az, hogy abszolút pártok nélkül. Arról nem is beszélve, hogy ez a 14 ember, aki velem együtt indul, és az a segítő csapat, aki támogat minket mind a programírásban, mind pedig a kampányban, ők kerekperec megmondták, hogy civil oldalon, tehát párttól mentes oldalon tudják csak elképzelni azt, hogy ők beálljanak egy ilyen megmérettetésbe. Az egyesület polgármester jelöltje, de vannak támogatói, kik? Így van, most egy kicsit vissza is csapunk. Vannak civil szervezetek, amelyek mellettünk állnak, hiszen ugye itt nem csak kizárólag engem támogatnak, hanem magát az egyesületnek a jelöltjeit. Vannak civil szervezetek, vannak olyan szakmacsoportok, amelyek nem feltétlenül azért, mert hogy mindenben egyetértenek velünk, hanem vannak olyan témák, amiket felkaroltunk és fontosnak érzünk, és számukra is fontos, és van benne határozott elképzelésük, tapasztalatuk, szakmai ismeretük. Ők segítséget adtak, és ez a több szem többet lát elve alapján. Megnézték, hogy azok az elképzelések, amit mi mondjuk a kerékpáros közlekedésről gondolunk, vagy amit az egészségügy fejlesztéséről gondolunk, vagy akár a közösségi közlekedésnek, a busz közlekedésről gondolunk, azok vajon megállják a helyüket valóban, vagy ezt csak mi kitaláltuk, és akkor ez nekünk megtetszett, de valóságban nem működőképes. Tehát vannak ilyen támogatók. És hogy egy kicsit a pártra visszatérjünk, van 2 olyan országos párt, amely támogatja a mi indulásunkat, ezt elsősorban azzal, hogy külön nem állít jelölteket, hanem a mi egyesületünk programját támogatva, a mi jelöltjeinket támogatva 2-2 jelöltet indít gyakorlatilag a mi színeink alatt. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy nem mi indulunk pártszínekben, hanem a pártok indulnak a mi színeinkben. Én azt gondolom, hogy ez előre is vetíti azt, hogy a jövő az inkább ebbe az irányba fog menni, hiszen egy helyi közösségben nem kell, hogy a párt érdekek és a párt irányok mozogjanak. Ez a 2 szervezet, amiről szó van, az egyik az a MIÉP, a másik pedig a Mi Hazánk mozgalom. És ugye már néhány elemet azért említett, hogy mi az, ami fontos az egyesület számára. Az ön számára mi az, ami fontos polgármester jelöltként, mi az, amit szeretne itt a városban megvalósítani? De ez az egész beszélgetés nagyjából 15 percig tart, amit itt most ketten folytatunk. Ez viszonylag szűk idő ahhoz, hogy ezt az egész programot részleteiben lehessen ismertetni. Elég régóta dolgozunk rajta, elég régóta formálódik, és az az 5 éves tapasztalat, amit ugye a város vezetésben, közgyűlésében képviselőként eltöltöttem, az is bele van ebbe már gyúrva.
Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy most csak részleteket tudok majd felvillantani, és azokat is csak nagyon csak ilyen kis ízelítőként, kis finomságokat. Úgyhogy akit ez majd részletesebben érdekel, ő hamarosan el fogja tudni érni a teljes programunkat online is, nyomtatott változatban és alkalmazás formájában is. Úgyhogy mindenkinek a kedvére való változatban lesz lehetősége olvasni, lapozni, és külön majd körzetekre, tehát városrészekre bontva is az elképzeléseinket, tehát egészen konkrét dolgokkal. Ha mégis most ugye ki kell emelnem. Tehát legalább a legfontosabbak. Igen, legalább a legfontosabbakat. Nehéz szemezni, mert legalább 8 olyan nagy téma van ebben a programban, amit mi kimondottan fontosnak tartottunk. De talán beszéljünk akkor egy olyasmiről, ami mindenkit érint. Amit, hogyha megkérdezzük a városban, hogy ki mit tart problémának, akkor a közlekedés lesz az első, amiről beszélnünk kell, és beszélni fogunk. Én azt gondolom, hogy ez inkább urbanisztikai kérdés. Tehát, hogy ezt abszolút egységében kell kezelni, egységesen kell nézni. Most arról én nem kezdek el beszélni, mert csak az idő megy vele, hogy mik a problémák, hiszen aki kimegy egyszer a városba közlekedni, próbál egy A-ból B-be eljutni, az pontosan fogja tudni, hogy mik a gondok. A megoldási javaslataink nekünk az, hogy ne vegyük külön a tömegközlekedést, a közösségi közlekedést, a kerékpáros infrastruktúrát, az autókat, az, hogy mennyi autó van, mert nyilván nagyon-nagyon sok autót használunk, a közlekedési morálunkat, az úthálózatunkat, hanem ezt egységesen nézzük. Nézzük meg, hogy mi a cél. És nekünk az a cél, hogy egy olyan városban élhessünk, ahol nem kényszerből kell autóba szállni, és nem kényszerből kell autóval közlekedni nap mint nap, hanem saját döntés alapján meg lehet mondani, hogy én ma reggel azt gondolom, hogy nekem ebben a közlekedési módban az autóbusz tökéletesen megfelel, és inkább azzal fogok menni, és tudom használni. Vagy ma kerékpárral. És nyilvánvalóan cél az, hogy a lehető leginkább környezetbarát közlekedési módokat preferáljunk, és a környezetbarát közlekedési módok felé lépjünk el, és ne ezt akarjuk toldozni, foldozni, ami most van, hanem kezdjünk egy egészen új koncepciót, kezdjünk egy egészen új alapokra helyezett rendszert, mert ebből nem lesz jobb. Tehát ez most, én azt gondolom, hogy olyan szabályok vannak, ami az embernek az idegrendszerét igen próbára teszi, hogyha valahová el szeretne jutni, ezért aztán türelmetlenebbek az autósok, és ezért azért nyilván a morális jelentősen romlik. Innen ki kell szakadnunk, és el kell lépnünk. Én híve vagyok neki, hogy legyen saját tömegközlekedési vállalata a városnak. De attól nagyon óva intek mindenkit és saját magunkat is, hogy azt mondjuk, hogy ezt azonnal és egyből és most azonnal új buszok és mit csinálunk mindent, hiszen a tömegközlekedésnek a fenntarthatósága azért küzd kihívásokkal, tehát ez gazdaságosan jövedelmező formában nem működhető, tehát ezt én azt gondolom, hogy alaposan fel kell térképezni, meg kell vizsgálni, és részelemeiben azért ennek előbb kísérleti módozatét meg kell nézni. De ennek nyilván vannak ennek konkrétabb és ennél részletesebb leírása. Igen, most mondta a közlekedést, és ezen kívül még mi az, ami fontos itt a városban, ön szerint megoldandó probléma? Van több is, de talán amivel eltérünk a többi politikai formációtól, ami indul a választáson, az az, hogy az egészségügyről mi egy kicsit máshogyan gondolkodunk. Én azt gondolom, hogy a prevenció az rendkívül fontos, és nagyon-nagyon erősen kell a prevencióra helyezni a hangsúlyt. A kórházban én azt látom, hogy az eszközbeszerzések, a felújítások az utóbbi időben azért látványosan megvoltak. De mégsem javult a helyzet. Tehát amennyi beruházás történt, akár önkormányzati támogatásból, akár államiból, hiszen nyilván az állam tartja fent a kórházat, az önkormányzatnak nincs hatáskörében, nem hozta azt az eredményt, amit vártunk tőle. Tehát nem lettek rövidebbek a várólisták, nem nőtt az ellátás színvonala olyan mértékben, amire azt tudnánk mondani, hogy na igen, ez már valami, ez már látszik. Pont ezért, és azért, mert hogy az önkormányzatnak hatásköre a házi orvosi rendszerre van inkább, és erőteljesen. Én abban látom a lehetőséget, hogy a házi orvosi rendszert erősítsük meg.
ott is jelentős problémáink vannak. Tehát a házi orvosaink, akár felnőtt, akár gyerek házi orvosokra beszélünk, a 60%-a nyugdíjkorhatár közelében van. Ők a praxisukat előbb-utóbb át fogják adni. Ennek is azért súlyos akadályai vannak, amit én azt gondolom, hogy állami szinten kell megoldani. Itt például az, hogy egy orvos, hogyha nyugdíjba megy, akkor neki az egy jelentős, mint ahogy mindenki másnak is, egy jelentős életszínvonal esést eredményezhet, és azért nyilván a praxisát nehezebben adja el olyan áron, amiért egy fiatal meg tudja vásárolni. De erre léteznek támogatások, ezt még lehet fokozni tovább, ezt nyilván gyakorlatba kell vizsgálni. De az a tapasztalatunk, hogy a fiatal orvosok, hogyha kikerülnek házi orvosi praxisba, akkor rájuk a felelősség az, ami elsőként a legnagyobb terhet rója. Neki meg kell mondani akár melyik betegről elsőre, aki oda elé minden áldott nap, pontosan azt, hogy mi a probléma, és hogyan tud ezen a problémán ő segíteni. Ez hatalmas felelősség. Nem biztos, hogy ezt egy fiatal orvos felmeri vállalni, vagy fel akarja vállalni. Lehet, hogy szívesebben marad a kórház bergeiben belül, ahol a konzultációs lehetőségei sokkal szélesebbek. Úgyhogy mi azt gondoltuk, mindazzal együtt, hogy egyébként a szaktudásuk abszolút lehetővé tenni, hogy ne féljenek ettől. Azt gondoltuk, hogy ha egy mentorprogramot dolgozunk ki, ahol van egy tapasztaltabb, gyakorlottabb, idősebb orvos, és mellette vannak fiatalok, akkor ez egy biztonságot adhat számukra. Nem biztos, hogy kell, de ad. Ugyanakkor viszont a fiatal be tudja vinni azt a 21. századi szemléletmódot, ami sok esetben meg igencsak megint a betegek javát szolgálja. Eszközök kérdése. Az, hogy a kórházban fejlesztjük az eszközöket, az nem oldja meg az orvos hiányt, tehát gyönyörű csili-vili új eszközeink lesznek, viszont nem lesz hozzá orvos, aki használja változatlanul. A házi orvosi rendszerben pedig azért még vannak orvosaink, hozzuk hozzájuk az eszközöket. Nyilván azokat, amelyeket tudunk. Nyilván ehhez szakmai támogatással, továbbképzések támogatásával, eszközbeszerzés támogatásával, és itt nyilvánvalóan egy rendelőintézetben több orvos tudja használni ezeket. Nagyon egyszerűt mondok, és ez tényleg eszközmentes szinte, vérvétel. A Hunyadi úti rendelőben rengeteg időt eltölt az ember azért, hogy egy vérvételt megtegyek. Házi orvosnál ugyanúgy megtehetné, hogy leveszi a vért, majd egy gyűjtőautó begyűjti, a laborba beviszi, és utána az eredmények kikerülnek. Tehát, hogy én ebből a szempontból máshol gondolkodom, nem központosítanám be, és még jobban a kórházat kell nekünk erősíteni, hanem sokkal inkább a házi orvosi rendszerünket, és sokkal inkább a város minél több pontján elérhetővé tenni a szolgáltatást, és minőségi 21. századi szolgáltatást tenni elérhetővé. Sajnos nagyon halad előre a műsoridő, de azért még egy, na csak nagyon röviden tudom, hogy az oktatás is szerepel ebben a programban, azon belül pedig az óvónőknek a helyzete, ugye hogy egyre kevesebb óvónő jut az óvodákra, illetve hát nincsen nagyon munkaerő. Ezzel kapcsolatban mik az elképzelések? Fogok erre válaszolni, de nagyon ritkán tudok szót ejteni róla, és csak én nagyon-nagyon gyorsan eldarálva azért mondanám, hogy környezetvédelmi, természetvédelmi, állatvédelmi programokat is tartalmaz a programunk, illetve ami nekem nagy szívügyem és nagyon fontosnak tartom, az a megújuló energiának a hasznosítási lehetősége, és ennek támogatása lakossági szinten is. Nyilván ennél sokkal több rétűbb, de ezt úgy fontosnak tartottam kiemelni. Oktatással kapcsolatban igen. Az iskolák gyakorlatilag kikerültek az önkormányzat hatásköre alól, de azért ott is fontos lépéseket kellene tenni. Óvoda. Az óvónők letettek az asztalra egy javaslatcsomagot, amiben megnevezték, hogy mik azok a pontok, amivel lehetne segíteni azon, hogy több óvónő jöjjön a városba, és ne legyen hiány belőlük. Az idő elhaladt, ezért aztán csak nagyon-nagyon felvillantva lakhatási támogatás, kafetéria kérdése, eltérített bérkérdések, de ez egyébként az önkormányzati dolgozókra vonatkozóan is. Tehát sok-sok-sok pont van ebben, és ehhez tennénk még hozzá magunkét, és ezzel együtt mondom, hogy nyilván a bölcsek köve nem nálunk van. Van elképzelésünk, ami nyilvánvalóan időről időre változhat és bővülhet, úgyhogy a Liszt Ferenc utcai véleményházikunk használatára mindenkit biztatok lelkesen. Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy van egy ilyen vélemény, ahol bárki leadhatja a lakosság részéről a véleményt. Nagyon szépen köszönöm, hogy a műsorunk vendége volt, egy picit jobban beleláthattunk a programba a nézőkkel együtt. Köszönöm szépen.
Az esti mérlegben ma Horváth Ancsa Ágnest, a Szövetségben Fehérvárért Egyesület polgármesterjelöltjét ismerhették meg egy kicsit jobban. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!